Emléktáblát avattak az egykori kúria elnök Juhász Andor születésének 150. évfordulója alkalmából szeptember 27-én. A két világháború közötti elnököt a bírói függetlenség védelmezőjeként méltatta Darák Péter a kúria elnöke, Handó Tünde az országos bírósági hivatal elnöke, és Patyi Gergely az igazságügyi minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az ünnepségen Jeszenszky Sándor, az egykor Juhász Andor otthonául is szolgálóház lakói nevében elmondta, az Orlai utcai épületnek, mely bírákházaként ismert, egyik építtetője maga Juhász Andor volt, aki nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az ott élők baráti közösséget alkossanak. Juhász Andor 1925-től 1934-ig volt a magyar királyi kúria elnöke, a 70 éves korhatár betöltésekor saját kérésére nyugdíjba vonult, 1941-ben hunyt el. Az emléktáblát az Országos Bírósági Hivatal állítatta. Az ünnepségen elhangzott beszédeket megtekinthetik a Bunum TV műsorán.